Is. Hát nem enni való? Meg ez a jeges medve is? Üdvözlöm a kedves nézőket! Igen, kérem, nyugodjanak meg, szemük nem keprázik, én vagyok az. A szívek orvosa, a lelkek doktora, az összetört ábrándok meggyógyítója, Dr. Mr. Csöcsö Attila állok rendelkezésükre. Hiányoztam? Erre ne válaszoljanak. Mai adásunk rendkívül, de nagyon-nagyon izgalmas lesz, ugyanis itt van nekem rengeteg nézői kérdés, mint látják, alig fér rá az összes egy lapra, és ma ezekre a szerelmi talányokra fogok kimerítő orvosi szakválaszt adni, hiszen hát hello, ki is mozogna otthon jobban szerelmi ügyekben, hogyha nem én, ebben nekem a legtöbb tapasztalatom, amit van egy ilyen szívhalló cuccom is, ez eléggé professzionális szerintem, szóval kezdjük. Mit csináljak a dühös sámo barátnőm? Hogyan engeszteljem ki? Egyből itt bele is vágunk a lecsóba, hogy látom, de semmi gond, van rá megoldásom. Ahogy egy férfi szívéhez a hasánát vezet az út, úgy egy hölgyéhez a bankkártyánkon keresztül, lebdelőtt ajándékokkal, és akkor biztos vagyok benne, hogy szíved választottja nem fog jártad sokáig haragot táplálni, és elnyered a bűnbocsánatot. Na, nem, csak maradj itt, elmegyek, kiválasztom mindent, amire szükségem van. Aha. És hogyha mindegyiket megveszed nekem, akkor talán megbocsátok, de még gondolkozom. Jó, rendben, könyörgöm. Úristen, jaj, remélem meg fog bocsájtani, nem bírom ezt a stresszt. Itt van minden, amire szükségem van, szóval ez egy tablet, mivel elhagytam a laptopomat. Okay. Egy új telefon, mert az előző már egy hónapja megvan. Aha. És tokok, ez 3 darab, még választok 4-et, és akkor lesz a hét minden napjára. Jó, rendben van. Még hangszórom még nincs, rossz még hozok. Jó, rendben van, addig ezekre vigyázok. Néztem el, hogy még ezt is nekem kell hoznom. Bocsánat. Na, Ragle, hol van a kártya? Itt van a zsebemben, lett ki, Léci. Jó legyen, megbocsátok, na menjünk, hozzad az összeset. Okay. Paciensünk hála egy szakszerű tanácsomnak megúszta barátnője haragját, és még kedvezményesen is vásárolhatott, és ez most rátok is érvényes lehet, úgyis, hogyha Mastercard vagy Maestro, vagy pedig a telefonotok segítséggel vásároltok Samsung márkaboltokba telefontokot, vagy ilyen telefonkiegészítőt, vagy tabletkiegészítőt, akkor 20% kedvezményt kaptok rá, és most valaki biztos azt kérdezi, elnézést doktor úr, de ez most egy szponzorált tartalom volt? Természetesen igen, hiszen valamiből nekem is fizetnem kell a klinikáma, szóval nagyon szépen köszönöm a Mastercardnak, hogy támogatták az adást. Annak, aki tetszik, van barátja. Mihez kezdjek? Itt az a legegyszerűbb, hogyha tovább lépsz ezen a férfin, hiszen ő nem érdemel meg téged. Mondaná ezt bármelyik amatőr szellem doki, de nem én. Az én tanácsom az az, hogy mutassad meg neki, hogy te mennyivel jobb vagy az aktuális párjánál, és mit veszít, hogyha nem téged válasz. Erre egy ilyen kis romantikus incselkedés mindig jó opció, például így. Honnan tudhatom, hogy tetszem valakinek? Ezt onnan lehet tudni, hogyha az alábbi tüneteket produkálja a paciens. Szeret a közelben lenni és nem tudja rólad levenni a tekintetét? Tetszel neki! Mindig követ akárhova mész? Tetszel neki! Feltöltesz Instára egy képet és pár másodpercen belül már lájkolja és be is kommenteli? Tetszel neki! Vagy pedig azt is jelenteti, hogy túlzottan rád van kattanva, szóval lehet, hogy érdemes ott inkább letiltani. Milyen egy tökéletes randi? A tökéletes randevú receptje nagyon egyszerű, szerencsére nagy tapasztalatom van a témában. Na, de hol is tartottam? Ja, igen. A lényeg, hogy legyél nagyon figyelmes a pároddal, érdeklődő legyél életének minden egyes apró részletével kapcsolatban, lepd el őket ajándékokkal, és nem őket, hanem csak őt, hiszen jobb esetben csak egy párod van, és mondjál neki bókokat egyfolytában, így biztosan leveszed őt a lábáról. Na, Fruzsi, most már tudom rólad, hogy melyik bolygóállásba születtél, hogy mi a PIN kódod, de azt még mindig nem tudom, hogy mi a személyidnek az ilyen azonosítója, azt akkor megmondod, és akkor gyors, azt is leírom, hogy mindent tudjak rólad. Mi? Honnan tudod rólam ezeket? Na mindegy, hallod, képzeld el, hoztam neked egy ajándékot. Hogy tetszik? Szerintem ez egy nagyon szép kép, szóval tessék így. Mondtam, hogy képfóbiám van. Képfóbia? Igen. Ja, tényleg. Na, és még azt akartam mondani, hogy Fruzsi, ma nagyon csinos vagy. Ma? Csak ma? Igen. Nem ma, nem, hogy csinos vagy ma, nagyon. Hát köszönöm szépen, most már végleg betelt a pohár. Tessék. Megcsalt a barátnőm, mit csinálja? Félre kell rakni ezeket a régi sérelmeket, és nem szabad hagyni, hogy téged is lehúzzanak, hiszen most más emberek miatt miért okozzál magadnak is rosszat, és hogyha ezeket sikerült megcsinálnod, és újból megtaláltad a belső harmóniádat, akkor következhet a legfontosabb lépés, ami nem más, mint a bosszú.
Hogy tudom elcsábítani a kiszemeltem? Tetkóval ez egyértelmű, a tetkó mindenkinek bejön, nekem is van amúgy egy nagyon imponáló darabon, bevallom így orvos létemre, meg is mutatom itt önöknek. Itt láthatják ezt a nagyon durva skorpió tetkót, ami szinte már egyből megmar akárkit, és hogyha ez bárki meglátja, egyből leveszem a lábáról. Szerintem ez egy nagyon menő darab. És már a bezárt a rendelő, nagyon remélem, hogy tetszett önöknek nézzünk, de miért tetszett volna Attilának a szerelmi tanácsai, doktor Attilának a szerelmi tanácsai, hogyha így van, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, és lehet, hogy ennek a sorozatnál még lesz folytatása, és jöhetnek is akár kommentbe az ilyen szerelmi kérdések, valamint az is, hogy melyik jelet volt a kedvencetek, én Attila voltam, és ja, nagyon rosszam, hogy most kint az idő, teljesen itt be van borulva, szó szerint fölkerek reggel, és már olyan, mint este lenne, össze vagyok zavarodva, még jobban, mint az átlag, és ennyi lett van ez a videó, legyen csodálatos napotok, szerelmi kérdésekbe gazdag, én Attila voltam, hamasulva találkozunk, sziasztok! Na, hogy hallgassam meg a szíveteket ezzel a professzionális készülékkel! Úristen! Ez nem tudom, mit jelent. Mi van?